Ez nem a legkellemesebb időtöltés, amikor az embernek konkrétan így 500 oldalt kell megtanulnia 3 hét múlvára. Sziasztok, fékes lányok! Üdv a csatornámon! Ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogy amikor így nagyon-nagyon sok mindent kell megtanulni egyszerre, hogyan tudjátok úgy beosztani az időtöket, hogy emellett szabad időtök is legyen? Mivel az iskola az egy nagyon-nagyon jó dolog, mert barátokat szerzel, mert buliba jársz, mert nem tudom, tanulod azt, ami érdekel téged, viszont minden iskolának van egy vizsgaidőszak része, amikor igen, 500 oldalt kell megtanulni, vagy többet, vagy kevesebbet, relatíve rövid időn belül. Ettől függetlenül, mint diák nem akarsz otthon ülni 0-24-ben és tanulni, gondolom, hanem emellett te szabadidőt is szeretnél magadnak. Te emellett szeretnél sportolni, szeretnél emellett kapcsolatot teremteni emberekkel. Szeretnél a barátnőddel vagy barátoddal lenni. Szeretnél esetleg olvasni, a családoddal lenni, utazni, ne adj Isten, dolgozni. Szóval, hogyan tudsz úgy tanulni, relatíve ilyen sok mindent rövid időn belül, úgy, hogy mellette még szabad időd is legyen. Tavaly jöttem rá először arra, hogy amikor teljes munkaállásban voltam, viszont mellette szakdolgozatot kellett írni, mellette ugye itt volt ez a csatorna, akkor jöttem rá arra, hogy igazából így sokat kellett tanulnom, mert ugye a szakdolgozatra keresgélni kellett, írni kellett, formázni kellett, stb. És egyszerűen rájöttem arra, hogy vagy 0-24-ben ezzel foglalkozom, vagy kell valami rendszer ahhoz, hogy én azt tudjam mondani, hogy akkor én most dolgozom, én akkor most emellett eljárok edzeni, emellett nekem nem tudom, voltak különböző hobbiaim, tehát hogyan tud az ember úgy tanulni, hogy mellette legyen szabad ideje is. Tehát az első dolog, amit én most használok a jelenlegi pillanatban, amikor van egy mellékállásom, van egy iskolám, van a csatorna, van a barátom, illetve a barátnőim, van ugye a családom, tehát hogyan dolgozik az ember, hogyan tudja megoldani ezt az ember, ja igen, és még ugye edzeni is járok. Az első dolog, amit én csinálok azért, hogy tudjak úgy tanulni, hogy tényleg ne ebből álljon az egész életem, hanem emellett legyen szabadidőm, és azaz, hogy időben elkezded. Tehát azért csinálom meg ezt a videót relatíve rövid időn belül, hiszen az iskola előző héten kezdődött, vagy ezen a héten, és már azért kérdezgetik az emberek, hogy én miért csinálom meg ezt a videót, mert az első tipp az az, hogy kezd el időben. Tehát engem nem érdekel, hogy október 20-án van a vizsga, vagy december 15-én, kezd el minél hamarabb. Ha látod már most, hogy 800-900 oldalad lesz, akkor ne egy hét alatt tanuljál meg 800-900 oldalt, hanem amit én csinálok, most speciál, 500 oldalt kell megtanulnom 2 hét múlvára. Tehát most fejeztem be igazából ennek a beosztását, de megnéztem azt, mennyi ez a dolog, amit tanulni kell. Tehát tudom, hogy 500 oldal. Meddig kell megtanulnom? Tudom, hogy 2 hét múlvára. Akkor ma elkezdek tanulni. Minden nap tanulok egy kicsit. Be van osztva, hogy naponta, mit tudom én, 30 oldalt kell tanulni. Naponta megtanulok 30 oldalt azért, hogy amikor oda kerülök, hogy a vizsga, akkor ne egy héttel előtte kezdjék el tanulni 500 oldalt, hanem relatíve időben elkezdem. És a második dolog pedig az, hogy szimplán, ha megvan az, hogy akkor minden nap 30 oldalt kell tanulni, és van rá 2 hetem, akkor fölkelek egy órával hamarabb, vagy egy órával kevesebb sorozatot nézek. Viszont ugye ennek az a lényege, hogy igazából te be tudod azt is osztani, hogy te egy hét alatt akarsz 500 oldalt megtanulni. Viszont ezzel az a probléma, hogy ugye akkor 500 oldalt kell 7 nap alatt megtanulnod, ergo sokkal kevesebb szabadidőd lesz. Ha belegondolsz, 30 oldal az nem sok. 30 oldalból van amelyik könyvfejezet, van amelyik slide, tehát a 30 oldalból már lejön mondjuk a bevezető slide, amit nyilván nem kell megtanulni. Minden dolgot összemörzsöltem, és ami lényeges, azt fogom csak megtanulni. Viszont ez a 30 oldal ez olyan, hogy leülök reggel, és meg vagyok vele egy óra alatt, vagy 2. Ergo reggel letudom a tanulást, és utána van szabadidőm. Ezért van különbség a között, hogy te egy hét alatt akarsz megtanulni 500 oldalt nulla szabadidővel, vagy 2 hét alatt akarsz megtanulni 500 oldalt ennyi szabadidővel. Tehát nagyon fontos az, hogy mennyit kell tanulnod mennyi idő múlvára,
és úgy be fogod tudni osztani azt, hogy akkor én akarok-e szabadidőt? Én nekem fontos az, hogy edzek minden nap. Fontos az, hogy a barátommal legyek. Fontos az, hogy a barátnőmmel legyek. Fontos az, hogy elmenjek dolgozni. Igen, akkor minél hamarabb elkezdem. Ha nem fontos, akkor elkezdheted, érted, 3 nappal előtte, és akkor 0-24-be tanulsz, de akkor nem alszol, de akkor nem eszel, de akkor igazából nem csinálsz semmi mást. Ettől függetlenül ugye nyilván mindenkinek mások a tanulási szokásai, tehát én azért emelném ki azt ebben a videóban, hogy ez akkor fontos, amikor valakinek ugye szabadidőre van szüksége. Tehát én speciál nem tudok 0-24-ben tanulni, mert dolgozni fogok mellette, mert edzeni akarok járni, mert szeretek aludni, tehát nekem egyszerűen nem fekszik az, hogy 500 oldalt megtanulok 3 nap alatt. Nekem az fekszik, hogy 500 oldalt megtanulok 2 hét alatt, és akkor van minden nap arra időm, amire én szeretném, hogy időm legyen. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy amikor én azt mondom, hogy ma 30 oldalt fogok tanulni, akkor az nem azt jelenti, hogy én 30 oldalt fogok bemagolni. Tehát nagyon fontos azt tudni, hogy hogyan tanulsz, amikor tényleg 500 oldalról van szó. Amikor meg kell tanulnod 20 szlájdot vagy 20 diát, akkor azt mondom, hogy igen, az egy olyan dolog, hogy leülsz és addig tanulod, amíg nincs kész. Viszont, hogyha mondjuk egy könyvfejezetet kell elolvasnod, akkor én azt szoktam csinálni ezzel a, most maradjunk ennél a 30 oldalas példánál, hogy én ezeket a dolgokat kijegyzetelem. Tehát, hogyha nagyon sok mindent kell csinálnod, akkor jegyzeteld ki, és például amikor gyakorolsz, vagy amikor újraolvasod ezt az első 30 oldalt, akkor nem magát a könyvet fogod elolvasni, hanem a jegyzeteidet. Mivel a jegyzeted az sokkal tömörebb, az sokkal jobban reflektálja azt, ami fontos a könyvben. Tehát igazából már van egy olyan videóm, amiben arról beszélek, hogy hogyan tudtok könyvből, PowerPointról, vagy bármilyen ilyen online dologból tanulni. Viszont fontos azt kiemelnem, hogy az, hogy te jegyzetelsz, az a kulcsa. Tehát most ezt te vagy aláhúzott tollal, vagy kiemelett színeszteruzával, vagy valójában leírod ezt a füzetedbe, ez teljesen rajtad múlik, ami neked jól esik. Viszont fontos azt tudni, hogy ez azért jó, mert például én elolvasok 30 oldalt, érted? Az égvilágon nem fogom tudni megjegyezni A-tól Z-ig a dolgokat. Viszont kijegyzetelem mondjuk a definíciót, kijegyzetelem a példát, szóval elolvasom a példát, és megértem a definíciót az alapján, hogy belerakom a példába. Utána én 1,5 hét múlva, amikor mondjuk újraolvasom a régebbi dolgokat, akkor nem újra fogom olvasni a könyvet, hanem magát a jegyzetet. És ezért fontos az, hogy úgy jegyzetelj, hogy azt te értsd, hogyha azt te odaadod egy olyan embernek, aki egyáltalán nem ért ahhoz, amiről te tanulsz, az az ember is megértse a jegyzetedet. És ez a jó jegyzetelésnek a titka, de erről is van egy videóm, hogy hogyan tudsz úgy jegyzetelni, hogyha te azt az adott jegyzetet 3 hét múlva elolvasod, ugyanazt megérts belőle, mint hogyha most olvastad volna a könyvet, és most írnád ki belőle a jegyzetet. Úgyhogy igazából ez lenne a lényege. Tehát az egyik az az, hogy időben elkezdesz úgy tanulni, hogy mennyi szabadidőt akarsz, és hogyan szeretnéd ezt a szabadidőt beosztani. A második pedig az, hogy megtanulsz úgy tanulni, hogy ez neked jó legyen. Az, hogy milyen különböző tanulási formák vannak, arról majd jön egy videó, olyan szinten is, hogyha valaki a 100%-ra akar menni, illetve olyan szinten is, hogyha valaki csak mondjuk a, nem tudom, 50%-ra akar menni. Viszont hiába mondom el neked, hogy milyen 5 fajta tanulási módszer van, te fogod megtalálni magadnak azt a módszert, ami neked jó. Én elmondhatom neked mind az 5-öt, az kell, hogy te kipróbáld mind az 5-öt, és utána te el fogod tudni dönteni azt, hogy neked a te adott anyagodhoz melyik módszer a jó. Mivel lehet, hogy az egyik tárgyhoz ez a módszer jó, lehet, hogy a másikhoz az a módszer jó, ez attól függ, hogy te, mint diák, hogyan érzed jól magadat. Mekkora a tárgy, mennyire fontos neked, milyen sok mindent kell belőle tanulni, és igazából hogyan akarsz elindulni. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztek ezt a videót. Remélem, hogy hasznos volt. Remélem, hogy élvezitek az iskolát, és olyan, amilyenre számítottatok, de ha nem, akkor sincs semmi gond, mivel igazából az első héten vagytok túl, vagy az első 2 héten vagytok túl, tehát nincs azzal semmi probléma, hogyha úgy érzitek, hogy most ez kicsit nem megy, vagy még nem érdekes. Adjatok magatoknak egy kis időt, és bele fogtok rázódni. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni, és feliratkozni a csatornámra, hogy ne maradjatok le több ilyen videóról. Találkozunk a következő videómban. Legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!